Kontler László történész professzorral folytatjuk, akinek a neve onnan lehet ismerős, hogy nem olyan régen írt egy meglehetősen személyes hangvételű nyílt levelet Orbán Viktorhoz, abban a témában, hogy vajon lehet-e tudni, hogy mi az a CEU, mert hogy Orbán Viktor úgy fogalmazott a Kossuth Rádióban, hogy senki sem tudja. Kontler László pedig, aki annak idején diákként együtt tanult vele Oxfordban, emlékezett rá, hogy hát dehogy nem, hiszen együtt is beszéltek róla annak idején, hogy ez a Soros György nevű ember, ez valami ilyesmit szeretne létrehozni Budapesten, és akkor állítólag még Orbán Viktornak is tetszett az ötlet, hogy Kontler László csak most a vendégünk, és nem akkor, amikor ez a levél megjelent, annak az az oka, hogy külföldön volt, és most ért vissza Budapestre. Jó estét kívánok, köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nehezen szánta rá magát arra, hogy kilépjen a nyilvánosság elé, és megírja ezt a személyes levelet a közös múltra való hivatkozással? Tulajdonképpen nem közvetlenül a nyilvánosságnak szántam ezt a levelet. Hát, egy nyílt levél, amit kiraknak a Facebookra, azért az eljut a nyilvánosság. A dolog úgy kezdődött, hogy írtam az Orbán Viktor kukac Orbán Viktornak. Az igazság, hogy a sokadik senki sem tudja, mi az a CEU történetnél. Kicsit elvesztettem a béketűrésemet. Akkor ezt a levelet a barátoknak föltettem a Facebookra, akkor a barátok közül néhányan szóltak, hogy te Laci, ez érdemes lenne esetleg nyilvánossá tenni, és onnan kezdve az embernek nincs ellenőrzése a fölött, hogy mi történik vele. Választ kapott? Bármiféle? Nem, én érdeklődéssel várom, hogy jön a motoros futár. Se Orbán Viktortól, se Kovács Zoltántól? Mert nem. Ugye jól láttam, CC-zve volt neki a levél, nem utolsó sorban azért, mert hát vele is ismerik egymást, sőt, témavezetője volt, történetesen a CEU-n. Hosszú ideje, hát amióta, amikor a CEU Budapesten megkezdte képzését Kovács Zoltán, akkor elkezdte annak a mesterképzési tanulmányait. Utána, ha jól emlékszem, Oxfordban töltött egy évet Soros ösztöndíj, aztán folytattanak a PhD-t. Hogy esik önnek személyesen, hogy azok, akik pontosan tudja, hogy akár hálásak is lehetnének Soros Györgynek, vagy például konkrétan a CEU-nak, azok most így viselkednek? Hát azt hadd tegyem hozzá, hogy engem már tavaly kb. Egy éve, amikor ez az intenzívebb sorosozás megkezdődött, és Kovács Zoltán ennek egyik szócsöve volt, akkor megkerestek azzal, hogy na de hát hol van a hála, és mit gondolok én erről, és azt mondtam, hogy a hála az különösebben nem érdekes, nem izgalmas, mint ahogy ezt a mostani levelet is egyik-másik portál úgy találta, hogy szembesíti Orbán Viktort egykori önmagával. Ez igazán érdekes, hát valamennyien változunk, én is változom, ön is változik, a nézők is változnak. Az nem mindegy persze, hogy milyen irányban és hogy ennek milyen nyomatékot ad az ember. Itt két dolog az, ami engem különösen zavart. Az egyik az, hogy, és ami miatt tulajdonképpen megírtam, amit megírtam, az egyik az, hogy azt gondolom, hogy az, ami a CEU-val most történik, az nagyon pontosan beleillik arra abba a folyamatba, ami évek óta történik az országban különféle valóságokkal. Számomra és nagyon sokunk számára a CEU egy személyes történet és nagyon intenzíven megélt valóság. Orbán Viktor Magyarországán a CEU az egyik alternatív valóságban nem létezik, mert senki sem tudja, mi az. A másik alternatív valóságban nagyon is létezik, mert különféle ördögi erők eszköze, liberális gyanítsárképző, és itt talán ettől félteni kell Magyarországot. Egy harmadik valóság is, az államtitkárság valósága, amely szerint hát egy olyan intézmény, ami itt-ott elkövet adminisztratív hibákat, amik tulajdonképpen csekés súlyúak, mégis látszólag olyan súlyúak, hogy olyan törvényhozás van szükség miattuk, amelyek ellehetetlenítik az egyetem további működését Magyarországon. Tehát én az egyik oka, hogy megírtam ezt a szöveget, az az, hogy szembesítsem a megszólítottakat azzal, hogy az őket körülbelül valóság része ez az egyetem 21 néhány éve, és ha körülnéznek, megszólítanak régió ismerősöket, akkor esetleg emlékezhetnek erre. Dehogy nem. Hát ez természetesen én retorikai eszközökkel próbáltam élni ebben a levélben. Most a másik dolog, ami nagyon zavar, mondom, hogy a szembesítés és a hála, ez nem különösebben érdekes történet. Az már igen, hogy valaki egyenesül a kormány szóvivője a saját életéből kitöröl 10 évet.
amikor hát a borosta és a foga közül kipréselt mosoly kíséretében azt mondja, hogy nem emlékszik rá, hogy neki amerikai vagy magyar fokozata van, vagy amikor részt vesz abban a színjátékban, hogy a CO ez egy csalás, és így tovább, és így tovább. Hát az ő PhD fokozat az nem csalás és nem ámítás, azért ő keményen megdolgozott, könyvtárban, levéltárban ült, vizsgákat tett le, megírta a disszertációját, és megkapta érte az elismerést. Tehát a munka, a teljesítmény, az elismerés az az övé, azt a saját nevében, hogyha másképp gondolkodik a saját múltjáról, akkor megteheti, hogy azt a semmibe veszi, de hogy kb. 10 000-nyi volt egyetemi polgár, legalább 200 oktató, akitől tanult, néhány száz jelenlegi CEUS oktató, vagy akár az ő segít adminisztratív személyzet nevében is ezt teszi, azt én kikérem magamnak. És ami Orbán Viktort illeti, az ön régi személyes emlékei alapján mennyit változott? Miben változott? Azt mondta ugye a beszélgetésünk elején, hogy hát persze mindenki változik, ebben még nincs nagy meglepetés. Igen. Hát itt esetleg Hegedűs Istvánt idézném, aki nálam sokkal jobban ismeri őt, tehát ők ugye együtt intultak és csinálták meg a Fideszt, aztán elég korán szétváltak az útjait. Ugye Hegedűs, mert az Európa Társaság, Magyarországi Európa Társaság elnöke, és ő írt a közelmúltban egy olyan szöveget, miszerint Orbán Viktor nem tudja magának megbocsátani a saját liberális múltját. Most, hogy Orbán nem tudja megbocsátani magának a múltját, lehet, hogy Kovács úr is így van vele, de hát kezdik elég sokan inni ebben az országban ennek a saját magunkkal való szembenézésnek a levét. Intézmények, egyének. Ön milyen beszélgetésekre emlékszik vissza? Nyilván nem csak az került szóba, de most ez is fogja érdekelni a közvéleményt, ami Soros Györgyöt illeti. Ugye az derült ki a leveléből, hogy annak kapcsán például, hogy Soros György valamiféle egyetemet létrehozna Magyarországon, biztos beszélgettek Orbán Viktorral. Hát ez tulajdonképpen beleillik a standard történetbe, és ez hogy mi annak idén Oxfordban, mit tudom, egy pubban sörözés közben, vagy valamelyiknél összegyűlve, rendszeres közösségi életet éltek az oxfordi Soros ösztöndíjasok. Tehát az, hogy akkor erről beszélgettünk, és klassznak találta az ötletet, hát az beleillik, és egy sokkal kisebb szelete annak a régi fideszes valóságnak, amit már rengetegen megírtak, rengeteg helyen megjelent, tehát az egész Fidesz infrastruktúrát Soros György támogatásából hozták létre. De hát mondom, ez ebből a szempontból engem nem annyira zavar, tehát nem kell hálásnak lenni, nem azért, mert a hála nem politikai kategória, hogy mondani szokás. Annál is inkább, mert én a CEU-t nem politikai ügynek tekintem, azért politikai ügy, mert egy törvényhozói úton eszközölt politikai támadás áldozata lett az egyetem. Sokan a szemére vették, ugye legutoljára a múlt csütörtöki terrorházai beszélgetés alkalmával az egyetemnek és különösképpen a rektornak, hogy miért tereli politikai síkra ezt az egyébként civilizáltabb úton is megoldható történetet. Hát azért, mert nem egy adminisztratív egyetemi szabályozásról van szó, ez egy politikai támadás azért, mert a CEU az, ami. Egyre több olyan nyilatkozatot lehet most már hallani az egyetem vezetőségének tagjaitól, hogy hát alig, ha nem ennek távozás lesz a vége. Ez a hangulat a falak között is? Hát egyrészt nagyon nem szeretnénk, hogyha ez lenne a vége. Tehát változatlanul az az alapállás, hogy ameddig lehetőséget látunk arra, addig szeretnénk ragaszkodni ahhoz, hogy Budapest 20 sok éve az otthonunk, és ezt az otthont mi szeretnénk a továbbiakban is lakni. Természetesen az egyetemen feszült hangulatot okoz az, hogy nem látjuk azt, hogy egyről kettőre jutna ez a történet. Azt látjuk, hogy zajlik itt egy sok tényezős, sok részvevős beszélgetés, a kormány, az egyetem, az Európai Uniós tényezők, a magyar nyilvánosság benne nagyon mélyen és nagyon súlyosan, az akadémiai nyilvánosság, Amerika, amelyben hát van egy részvevő, amelyik süket. Várnak valamit a brüsszeli nyomástól, az amerikai nyomástól, a külföld megszólalásától? Én azt gondolom, hogy ebben a sok tényezős játékban
egy közös várakozás lehet. Tehát ezek előfordulhat az, hogy ezek egymást erősítő nyomások lesznek, és a kormánynak, illetve a miniszterelnöknek lesz egy olyan tiszta pillanata, amikor belátja, hogy semmilyen vélt vagy valós remélt hasznot ezt nem fog tudni ebből a történetből a maga számára elkönyvelni. Nyilván nagyon sokat írtak és beszéltek már arról, hogy vajon miről szólhat személyesen Orbán Viktor számára, vagy a Fidesz számára ez a történet. Önnek mi a megfejtése? Nagyon nehéz kérdés. Tényleg nagyon nehéz kérdés. Ha egyszerűen próbáljuk megközelíteni, akkor ezért beleilleszkedik abba a narratívába, ami tulajdonképpen az ősszel elkezdődött, amikor Németh Szilárd szájából hallottuk azt, hogy a nemzetközi helyzet olyan irányban változik, hogy a kormány még nagyobb elánnal láthat hozzá a számára kedves tervek megvalósításához. Értve ez alatt a civil szervezetek, a számukra nem kedves civil szervezetek eltakarítását. Hát azt gondolom, hogy a civil szervezetek, ugyanúgy, mint a Közép-Európai Egyetem és a CEU, itt esetleg még beszélhetünk arról az álságosságról, amit a Közép-Európai Egyetem és a CEU dihotómiájából fakad, az ő részükről. Tehát ugyanúgy független szelete annak a társadalomnak, amelynek a különféle réseibe igyekeznek szívós és elszánt munkával sok éve befurakodni. Ezek eddig olyan rések voltak, amelyek nem érkeztek el. Most ez a kísérlet is megtörténik. Tehát egyszerűen arról van szó ön szerint, hogy a függetlenség minden utolsó kis szeletét is fel akarják számolni, és a CEU függetlenséget biztosított embereknek, akik aztán ennek az egzisztenciális háttérnek a birtokában például bírálták a kormányt? Nem annyira kormánybírálatról van itt szó. Jó lehet, hogy az érdekelő történetben az, hogy az egyik oldalon az államtitkárság azzal érvel, hogy ez pusztán egy adminisztratív szabályozás, azért, mert a Magyarországon működő 28 külföldi egyetem működésében ilyen és olyan rendellenességeket és szabálytalanságokat tapasztaltak. Ezek valóban bürokratikus hibák, késedelmes jelentések, statisztikai adatokról és egyebekről. Ha változik egy program neve a tartalom változásának megfelelően, akkor azokat... Ha tényleg ilyesmiről lenne szó, akkor meg lehetne oldani fel. Ha tényleg ilyesmiről lenne szó, nem kellene egy olyan törvényt hozni, amilyen ez a törvény. Most a másik oldalon persze még a törvény parlamenti átnyomása előtt, hát nem mondom, hogy elszólta magát, mert elég nyilvánvaló volt, hogy szándékosan teszi az illetékes miniszter, aki ugye arra hivatkozott, hogy hát súlyos problémák vannak a Soros Egyetemmel, természetesen ez az ő szóhasználata. Számos térségbeli országból ugye szóltak, hogy itt a CEU-ban diplomáznak a fiatalok, kikerülnek innen, hazamennek, és aztán politizálni kezdenek. Hát horribile dictu, van véleményük, elsajátítottak egyfajta kritikai szellemű gondolkodást, és ezt a közéletben megpróbálják alkalmazni, ami persze hát nem kompatibilis a kormánydemokrácia felfogásával, mert ugye tudjuk, hogy őket megválasztották ellentétben a civil szervezetekkel, vagy az egyetemet végzett fiatalokkal, de hát azt gondolom, hogy fel kéne ébredni ebből a nagyon rossz álomból. Ha jól olvasom, ön azt mondja, hogy a tudás az, amiben ellenséget lát ön szerint az Orbán kormány. Az a fajta tudás, amely nem az egyoldalú, a katedráról történő észosztásról szól, és arról, hogy vannak bizonyos elsajátító konkrét ismeretek, amelyet a hallgatónak majd vissza kell adnia, hanem olyan fajta tudásról, amely egy közös munkában születik, tanár és hallgató között, vitában születik, a nézetek ütköztetésében, és az akár autoriter pozícióból beszélő tanár által közvetített ismertek felülbírálatában. Ön folytatni fogja maga részéről ezt a vitát, meg a levelezést Orbán Viktorral, ha már elkezdte? Hát levelezés úgy lehet folytatni, hogy az ember kap rá valamilyen választ. Én szívesen folytatom bárkivel erről a levelezést. Tehát ugye a Facebook sajátossága szerint ott el is indul egyfajta párbeszéd különféle hozzászólókkal. Tehát várja a választ, de folytatás akkor lesz, ha válasz is érkezik?
Hát én a magam részéről megszólaltam. Aztán írtam a napokban még egy Facebook posztot. Ezért kérdezem, mert egy másik oldalról próbáltam megközelíteni azt, hogy hát ne tegyünk már úgy, mintha nem értenénk egymást. Most akkor elmondom azt, hogy egy másik szempontból miképpen létezik nagyon is valóságosan a CEU például. Igen, ez is egy nagyon hosszú bejegyzés, sajnos erre most nincsen időnk, de majd elolvassa, aki akarja az interneten. Csak ezért kérdeztem, hogy akkor remélem, most folytatni fogja. Pontler László Facebook oldalát keressék, ott elmondom azt, hogy mit csinálunk mi a CEU-ban. Persze meglepetést fog okozni azoknak, akik azzal a rögeszmével közelítenek hozzá, hogy a CEU egy liberális anicsárképző, ahol lombikokban tenyésztik a transzneműeket. De mint hát, ahogy az önmunkásságának is nagyobb része szól a 18. századról, mint a magyar kormány bírálatáról. Nagyon szívesen vissza is térek oda. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.